Ta-ta-ta-ta-ta! Szevasztok, kedves emberek! Anélkül, hogy itt lennétek, én már elkezdem a magam kis mondókáját. Ez itt a hétfői szaküzlet live. Késői időpontban vagyunk. De ez azért van, mert nagyon-nagyon sok dolgunk volt a mai nap. Én csak most estem be, és tapasztaltam azt a sok fainságot, ami történt itt jelen pillanatban, mutatom is nektek. Mindjárt el is mondom, hogy mi van. Ó, egy darab nézőm, kettő darab nézőnk már van. Sziasztok, három! Kérlek, hogy dobjatok nekem egy lájkot, vagy bármit, hogyha a hang és a kép megfelelő. Kálmán Imre, szia! Ó, és egy lájk is érkezett. Nagyon szépen köszönöm. Szóval, az eheti live-ban arról fogunk beszélni, hogy sikerült egy szép adag feltöltést, képhang tökéletes, nagyon jó. Imre, te egy úr vagy. Köszönöm szépen. Sikerült egy nagyobb feltöltést hoznunk ponton 21-ből, méghozzá az általam nagyon-nagyon szeretett Crack Jack-ből, és az általam nagyon szeretett Crack Jack 38-ból. Ez a Crack Jack 38, ez gyakorlatilag egy teljesen univerzális kishalas wobbler, az egyik legjobb, ami a piacon van. Mutatom nektek a kedvenc szint, abszolút kedvenc szint, balinra, domolykóra, jászkeszegre, folyóvízi körülmények között, bármilyen körülmények között ez a szín elképesztően jó. Nagyon-nagyon jól szokott működni még domolykóra szintén ez a szín, ez a sötét átlátszó bordó ezzel a kicsit UV rózsaszín, ilyen toxik rózsaszín farokkal. Ezen kívül megérkeztek a jó süllős színek is belőle, érkeztek belőle a legjobb balinos színek. Mutatom például narancssárga has. Igaz, hogy jelen pillanatban már egy 48-asat mutatok, de azért ne sikadjunk el a dolgok fölött. A 48-as is nagyon-nagyon jól működik. Én a 38-as nem azt szeretem dobni. Van a 48-asból ugyanakkor egy olyan szín, ami iszonyatosan fogós, ez a kis béka színű, iszonyatosan fogós, nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt ipolyon, nagyon-nagyon jó leszi a domolykó. Egyébként, by the way, hogy szavamat a másikban ne öltsem, nagyon sok jó, sziasztok kedves emberek, nagyon sok jó felvételt készítettünk ezen a héten nektek. Lájkoljátok be a YouTube csatornánkat, hogyha szeretnétek olyan videóanyagokkal találkozni, amik ismeretterjesztő jellegűek vagy szórakoztató jellegűek, horgászat, pergetés témakörben. Voltam az ipolyón, készítettem egy ilyen peca vlog stílusú videót, belerántotta a domolykó a kezembe, a horgot, elsüllyedtem egy mély gödörbe, fogtam domolykót, voltam csíkos sügérre horgászni, és most pedig meg szeretném mutatni nektek, hogy kivel készült a száraz edzés rovatunk, amit most vettünk fel így a live előtt, és ta-ta-ta-tam, ta-tam, ki van itt? Szia, Tomi! Na szóval, Darabos Tomi, ez a szép ember, ez itt volt nálunk, és a horgász év megtervezéséről folytattunk némi diskurzust kamerák előtt. Ebből lesz az új szárazedzés rovatunk is, nem mellesleg, és nem utolsó sorban. Itt van még állandó házigazdátok, Böde Gabi. És akkor Gabi, gyere, mondj egy pár szót nekem, légy szíves, arról, hogy a Varivasz újdonságai, amik itt láthatóak, ezek tulajdonképpen mik is, mert erről te tudsz többet, mint én. Na, Gabinak van egy kapása. Mutatom is a Varivasznak az újdonságait. Majd mutass rá, hogy miről beszélsz, mert én nem ismerem ezeket a termékeket annyira, mint te. Hát megmondom őszintén, én sem nagyon. Kivéve az észtert. Aha. Amit pisztrángozásnál túlterején használnak a srácok. Nagyon jó zsinór, hatalmasat lehet vele dobni. Simulékony, teljesen kiegyenesedik, semmi surlódás. Monofilról beszélünk, ugye? Hát monofil. Vagy mi ez? Ez egy különleges technológia gyakorlatilag? Hát monofil zsinór, de mégse az, de nem is fonott. Aha, tehát ez egy saját fejlesztés akkor. Igen. És nagyon-nagyon simulékony, és akkor azt mondod, hogy kis súlyokkal is nagyon-nagyon jól hatalmas dolgozik együtt. Lehet vele dobni. A nanofilnak, a Berkeley nanofiljánál sokkal nagyobbat lehet vele dobni. Hát pedig az nem kis dolog egyébként. Nem.
Mutatom nektek még, hogy milyen varival zsinórok. Ebben van még a Light Game, 150 méteres kiszerelésben. Aha. Mind a három méretben. Ami egy nagyon jó OL zsinór. És gyakorlatilag az ismert márkánk, ami már rég nem volt, vagyis típusunk, ezt nagyon kedvelték a horgászaink, újra kapható a 8-as. Aha, jött a Premium Quality a varivasztól 06-osban, 08-asban, ez a varivasznak a teteje. Méretskála van, csak rá van egymásra pakolva. Aha, teljes méretskálában, és érkeztek még a Max Power PL zsinórok is a varivasztól. Így látható akkor. Ezen kívül természetesen érkezett egy óriási adag. Itt látható, meg itt látható. Töltöttünk egy óriási adag inteket. Minden olyan zsinór mostantól újra, amit elkapkodtatok. Tehát itt vannak a 03-as, a 0175-ös Intec Tournament Micro 4x-es zsinórjaink. Természetesen a Tournament szériából, a 8-szálasból, illetve a Micro Braid 4-szálasból és a First Braid 8-szálasból is minden megtalálható újra a kínálatban. Jó, Gabi. Még megemlíteném a Tungsten csebukat, amik jöttek steel színben, meg kapcsok jöttek még. Tehát jött ez az ézset, mutassunk már belőle, légy szíves egyet, mert ez a Tungsten, ez a steel színű Tungsten, ez nekem a kedvencem. Még az ezüstnél is jobban szeretem, mert ez egy kicsit sötétebb, ugye? Igen. Abból is jött, megpótoltuk a színeseket is. Aha. Ez az. Na, erről van szó. Ez a Tungstennek, tehát a Wolframnak a porkóházati megfelelője a Tungsten, ugye? Ezt marha nagy nyomás alatt tőcepréseig, és utána pedig hőkezelik. Ennek az eredeti színe, ez a kicsit ilyen öregedett, feketés csillogású cucc. Megmutatom nektek, hogy mi a különbség. Ez egy natúrszín, ugye, ugye itt van az arany, jól látható. Itt vannak a fluószínek, és most ezüst szint nem nagyon fogok tudni nektek mutatni, mert az éppen most nincs. Hát ez az ezüst színe, ez a natúr színe. Ja, tehát hogy ez a natúr színe a Tungstennek. Aha, mármint hogy az Intec Tungsteneknek. Na. Tehát ez a három szín, arany, négy szín, bocsánat, össze-vissza beszélek. Tehát ez a négy szín, az arany, a Toxic Pink, a Chartreuse és ez a természetes fekete, sötét szürkés csillogású mély ezüst, vagy hogy mondjam neked, ilyen fekete ezüst csillogású. Egyébként ez a kedvencem, ez nagyon jól szokott működni. Jó! Még utoljára gyorsan. Jaj, szeretnék, bocsánat. Srácok, hányan jártok az Ipolyra mostanság? Fel a kezekkel, toljon egy lájkot mindenki, aki az Ipolyra jár, és horgászik mostanában ott. Ez most megint egy olyan bejelentés lesz, amit majd a film is fog, amit most forgattam az Ipolyon tartalmazni. Gyerekek, tegnap a délutáni, kora délutáni órákban friss medvelábnyomokat fotóztam, egy anyaállatét és egy bocs lábnyomait fedeztem fel. A helyszín teljesen pontosan Drégelypalánk alatt, tehát Drégelypalánk alatt volt, és frissek voltak a nyomok, mert a könnyű iszabban még jó kirajzolódósak voltak. Be is szartam, megmondom őszintén. Tehát az a helyzet, hogy a friss iszabban, vagy a könnyű iszabban is voltak lábnyomok, illetve én a sóderágyon fotóztam őket. Majd látni fogjátok, nagyon vigyázzatok, légy szíves, mert jelentős a medve jelenlét, ne provokáljatok ki semmit, lehetőleg egyedül ne menjetek. Nem csak azért, mert gázolni nagyon veszélyes egyedül, hanem azért, mert most azért tényleg jelentős a mackó mozgolódás, senkit ne érjen baj, jó? Tehát vigyázzatok magatokra. Na, ez volt a társadalmi jellegű bejelentésünk. Ezt szeretnék elköszönni, még egyszer megmutatom nektek darabostól, amit őt is hagyom elköszönni. Sziasztok! Nagyon jó, hagyom Gabit is elköszönni. Sziasztok! És akkor végül pedig jön a hivatalos zárszó.
kérlek a horgászvizek mellett nagyon óvatosan az alacsony vízállás miatt, mindig hordjatok megfelelő UV-védelmet, hogyha sokat a napon vagytok, illetve fogyasztatok sok folyadékot, halakkal, állatokkal, emberekkel bánjatok emberségesen, mert ez a legfontosabb dolog, ne szemeteljetek, ha valahol szemetet találtok, azt szedjétek össze, egymással ebben a melegben, meg ebben a szorult időszakban viselkedjetek tényleg emberségesen, és találkozhattok velem a Balatonon az elkövetkezendő két hétben, hogyha Pálköve vagy Révfülöp környékén jártok, akkor ott a vízpartokon találkozhattok velem, és jönnek a videók. Lájkoljátok a YouTube-unkat, és hogyha bármilyen segítségre van szükség, akkor itt a szaküzletben Budapest 1158, Késmárk utca 32, Böde Gabi vár titeket, vagy pedig a www.wobderek.com webcímen vár titeket Gabi, Erika és Pali. Nagyjából ennyi, köszönöm, hogy velem tartottatok. Varivasz, Ponton 21, és Intek újdonságok újra feltöltve a budapesti szaküzletben. Sziasztok!